Ez a Híradó 8 órakor, az M1-en Csaba vagyok. Magyarország sem embert, sem fegyvert, sem pénzt nem küld egy esetleges ukrán NATO misszióba, jelentette ki a miniszterelnök, miután a NATO főtitkárával tárgyalt Budapesten a Karmelita kolostorban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország garanciákat kapott arra, hogy nem kell részt venni a NATO területén kívüli akciókban. Ugyanakkor világosá tette, hogy Magyarország nem blokkolja a NATO tagállamok többsége által szorgalmazott döntéseket. Jens Stoltenberg NATO főtitkára tárgyalás után azt mondta, elfogadja azt az álláspontot, hogy magyar katonák nem fognak részt venni az Ukrajnában zajló háborúban. A Karmelita Kolostor előtt fogadta a NATO főtitkárt Orbán Viktor, a magyar miniszterelnök és Jens Stoltenberg. Egyebek mellett a NATO és Magyarország viszonyáról is tárgyalt. Has, Magyarország mindig is egy nagyra becsült NATO szövetséges volt az elmúlt 25 évben, mondta a tárgyalás után a NATO főtitkár, aki arra emlékeztetett, hogy Magyarország folyamatosan menedéket ad az ukrán menekülteknek és segít a sebesült katonák rehabilitációjában is. Magyarország egy lojális és elkötelezett tagja a nato -nak. Jelenleg 1300 magyar katona vesz részt a NATO műveleteiben. Ezt már Orbán Viktor mondta, aki kifejtette, hazánk azon kevés országok egyike, amely teljesíti a vállalt kötelezettségét. Magyarország védelmi kiadásai meghaladják a nemzeti össztermék 2%-át, és a 20%-os képességfejlesztési célt is bőven eléri az ország. A NATO főtitkár és a magyar miniszterelnök az orosz háborúra is kitért. Jens Stoltenberg kijelentette, elfogadja azt az álláspontot, hogy magyar katonák nem fognak részt venni az Ukrajnában zajló háborúban. Orbán úr egyértelművé tette, hogy Magyarország nem kíván részt venni ezekben a NATO erőfeszítésekben, és én ezt az álláspontot elfogadom. És örülök annak, hogy a mai napon miniszterelnök úrral sikerült megállapodnunk arról, hogy Magyarország hogyan tud távol maradni az Ukrajnának nyújtott támogató műveletektől. Magyarok nem fognak részt venni ezekben a tevékenységekben, és magyar pénzügyi eszközöket nem használnak föl ezekre, mondta Jens Stoltenberg. Az orosz-ukrán háború ügyében a magyar álláspont eltér a többi NATO tagállamétól, és ezt Magyarország tudomásul veszi, hangsúlyozta a magyar miniszterelnök, aki hozzátette, hazánk világossá tette, hogy nem kíván blokkolni olyan döntéseket a NATO-ban, amelyeket a többi tagállam szorgalmaz. Orbán Viktor megállapodott a főtitkárral abban, hogy Magyarország sem embert, sem fegyvert, sem pénzt nem küld egy esetleges ukrán NATO misszióba. Ma garanciákat kaptunk arra, hogy a ukrán-orosz háború esetében Magyarország területén kívül katonai akcióban nem kell részt vennünk, és Magyarország sem pénzt ehhez a közös terviseléshez nem ad, se embert nem küld ebbe a háborúba, sem Magyarország területét nem lehet felhasználni az ebbe a háború való bekapcsolódás céljából. Mindent megkaptunk, ami a most fennálló kérdések rendezéséhez szükséges volt. Orbán Viktor hozzátette, a NATO dokumentumai világossá teszik, hogy a szövetség területén kívül bármely akcióban a részvétel csak önkéntes lehet, így Magyarország teljes mértékben ki akarja használni ezt a mozgásteret. A kormányfő úgy fogalmazott, mindent megkaptunk, ami a most fennálló kérdések rendezéséhez szükséges volt, nehéz, de konstruktív tárgyalás volt a mostani, a végén azonban korrekt megállapodás született. Orbán Viktor világosá tette a NATO főtitkárának, hogy nem akarunk részt venni mások háborújában, hangsúlyozta a Fidesz KDNP kommunikációs igazgatója. Mencer Tamás leszögezte, Orbán Viktor ismét megvédte a magyar érdeket, Magyarország békéjét. Emlékeztetette a NATO az elmúlt hetekben óriás lépésekkel indult a háború felé. Az Észak-Atlanti Szövetség akarja irányítani a fegyverküldést, a katonák kiképzését és a szervezet óriási pénzeket, mintegy 100 milliárd eurót akar belepumpálni a háborúba. Hozzátette, hazánk ebből ki akar maradni. Orbán Viktor elérte, hogy a NATO garantálja a következőket. Magyarországnak, magyar katonáknak nem kell részt venniük ebben az Ukrajna misszióban. Magyarország területén semmilyen háborús esemény nem történik, és magyar adófizetők pénzét nem használják fel az Ukrajna misszióban. Magyarország békéjét minden nap meg kell védenünk, mert a háborúpártiak nyomása folyamatosan nő. Közös hadgyakorlatba kezdett Havanna közelében az orosz és a kubai haditengerészet. Az eseményre több orosz hadihajó, köztük fregattok és atomtenger alatt járók is a Karib-tengerre érkeztek. Katonai szakértők szerint a hadgyakorlat erődemonstráció Oroszország részéről. Washington közölte nem tartják veszélyesnek az orosz hajók jelenlétét a gyakorlaton, amit az amerikai partoktól nem messze tartottak meg. A kubai vezetés hangsúlyozta, a hajókon nem voltak atomfegyverek. Brüsszelben bemutatták a migrációs paktum végrehajtási tervét. A menetrend azokat a feladatokat tartalmazza, amelyeket a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak el kell végezniük ahhoz, hogy a paktum 2026-os hatályba lépésekor készen álljanak a végrehajtásra. Magyarország nem támogatja a migrációs paktumot, különösen annak kötelező szolidaritási elemét. Brüsszelből Baracka Eszter tudósított. A végrehajtási terv tíz építőelemből áll, ezek részben vagy egészben kapcsolódnak a migrációs paktum rendeleteihez. A dokumentum hangsúlyozza, hogy az EU történetében először lesz jogilag kötelező a migrációhoz kapcsolódó tagállami szolidaritás, de a mechanizmus rugalmasnak nevezi, ami azt jelenti, hogy aki nem fogad menedékkérőket, annak személyenként 20 ezer eurót, nagyjából 8 millió forintot kell fizetnie, vagy választhat egyéb hozzájárulási lehetőséget is. Évente legalább 30 ezer áthelyezést tenne kötelezővé a bizottság, de ez a szám a migrációs nyomástól függően emelkedhet. Újra számolják a főpolgármester választásra leadott érvénytelen szavazatokat. Ezt a Nemzeti Választási Bizottság rendelte el, miután Vitézi Dávid kezdeményezte azt. A bizottság döntésében arra hivatkozott, a bizonyítékok alapján alappal merülhet fel, hogy nagyszámban vannak olyan érvénytelennek nyilvánított szavazatok, amelyeket a választási eljárásról szóló törvény rendelkezése szerint érvényesnek kell tekinteni. Több ezer bejelentést kaptunk arról. 20 kerületből van bizonyítékuk arra, hogy tévesen nyilváníthattak érvénytelenné szavazatokat a számlálók. Ezt állította Vitézi Dávid Szerdán. Közte és Karácsony Gergely között vasárnap mindössze 324 szavazat döntött a jelenlegi főpolgármester javára. Ehhez képest a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 76-szor több, Összesen 24.592 szavazat került az érvénytelen kategóriába. Szerinte olyan szavazatokat is érvénytelennek nyilváníthattak például, amelyeken a korábban visszalépett Szentkirályi Alexandra és egy másik jelölt neve mellett is szerepelt az X. Ezek a szavazatok azonban a szabályok szerint érvényesek. Vitézi Dávid szerint erről a Fővárosi Választási Iroda vasárnap este két perccel urnazárás után küldött tájékoztatást, ami több számlálóbizottság figyelmét is elkerülhette. Vitézi Dávid szerdán kezdeményezte, hogy az összes budapesti érvénytelen szavazatot számolják újra. A főpolgármester jelölt szerint ő is és Karácsony Gergely is tartozik ezzel a budapesti választópolgároknak. Nem fordult az elő, hogy egy ilyen szoros eredmény mellett elmaradjon az újraszámlálás, és ez megkérdőjelezze a főpolgármester legitimitását. Én azt remélem, abban bízom, hogy támogatni fogja ezt az újraszámlálási kérésemet. Csak hogy Karácsony Gergely már hétfőn saját főpolgármesterségét hirdette a közösségi oldalon köszönöm ezt a győzelmet nektek, fogalmazott. Majd azt írta, minden adott ahhoz, hogy végrehajtsa azt a programot, amire felhatalmazást kapott. Az eredmény ellen Vitézi Dávid a fővárosi választási irodánál is fellebbezett szerda délután. A kezdeményezést a fővárosnak a jogszabályok szerint még aznap továbbítania kellett a Nemzeti Választási Irodához. A Nemzeti Választási Bizottság szerda esti ülésén elrendelte az érvénytelen szavazatok újraszámlálását, arra hivatkoztak, alappal merülhet fel, hogy nagy számban vannak olyan érvénytelennek nyilvánított szavazatok, amelyeket a választási eljárásról szóló törvény alapján érvényesnek kell tekinteni. Karácsony Gergely nem sokkal azelőtt a Facebookon, hogy megjelent a hír az újraszámlálásról, azt írta: A jogorvoslat persze mindenkinek jár, legalább tovább tisztul a kép. Továbbra is fokozott figyelmet igényel a szokatlanul lassan levonuló árvízarában. a vízügyi szakemberek a nap 24 órájában figyelik a töltéseket, hogy nincs -e valahol szivárgás. Körmennél már csak nem 20 centi tapadt a folyó a tetőzés óta, Sárvárnál viszont még árad. Ami most a legfontosabb, az a körmendi gát figyelés, hiszen ezt 24 órában kell tenniük a kollégáknak, amikor ilyen hatalmas víztömeg érkezik, és ilyen sokáig magas a vízállás. Megdöbbentő felvételeket rögzített egy autóbusz biztonsági kamerája az Egyesült Államokban. Az ország keleti partjánál Rhode Islandnél egy szarvas egyenesen belerohant az autóbuszba a szélvédőn keresztül. Miután az állat átjutott az üvegen, majdnem letarolt több utast is. A balesetben az üvegszilánkok miatt többen is megsérültek, az állat nem sokkal a baleset után elpusztult. A busz vezetőjét kitüntették, amiért a rendkívüli helyzet ellenére sem vesztette el uralmát a jármű felett. És ez volt a híradó, híreinket és videóinkat megtalálhatják a híradó.hu oldalon, maradjanak, mert kezdődik a Nemzeti Sporthíradó Urbán Ádámmal.